Szevasztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a videóban egy ma megnyitó, tehát március 15-én megnyitó sörözőbe fogunk ellátogatni, ami igazából a csatornámat és ezt a sörözőt összehozza, az az, hogy ez a kisvasutas, tehát a kisvasut hozza ki a kis sörödet, kis innivalódatos sztori, amit ugye Brünóban is volt, de Prágában a mai napig is van, és tök hangulatos, feelinges, és természetesen már itt is vagyunk a verseny utcában. És ezt fogom nektek egy kicsit bemutatni, így rögtön az első nap. Ezt egyébként 2 nappal ezelőtt tették fel oda. Vannak is róla képek a vasútrajongók csoportjába. Na hát menjünk be, nézzük meg! Couple years since I seen your face. Wonder what you're up to now. Yeah, my head is still up in space. I guess I never came down. I can tell you that I've changed a bit though. Not too much since then. We were always rebellious kids. You remember when we were running through the night. Moon was on our side. Once upon a time. Once upon a time. Stílusosan a keletiből zárom le ezt a videót. Egyébként, hogyha szeretnétek ellátogatni erre a helyre, akkor leteszem a leírást, a leírásba a konkrét linket is, illetve mindenféle elérhetőséget, ahol a sörözőt, éttermet, nem tudom minek nevezzem, elérhetitek. Egyébként a véleményem az, hogy nyilván ez ma nyitott, konkrétan ma nyitott, tehát voltak azért még olyan problémák, amiben csak az látszik, hogy igazából még nem készültek fel mindenből. Például, hogy a srác nem tudta, hogy konkrétan milyen röviditallal rendelkezik az étterem készlete, de ettől függetlenül tényleg minden pöpec nagyon frankó volt, úgyhogy egy tök jó élmény szerintem, és alapvetően az árakkal sincsenek elszállva.
ahhoz képest, hogy itt vagyunk a városban, azért ennél sokkal drágább helyek vannak itt, csak itt a környéken konkrétan, úgyhogy abszolút meg vagyok elégedve az egésszel. Szerintem mindenképpen, aki közlekedési mániás, fanatikus, az mindenképpen látogasson el. Egyébként be akartak integetni, csak nem tudták, hogy előlapi kamerával videózom, úgyhogy innen is megköszönöm nektek a figyelmet, sziasztok!